2024. január 26-án városunk volt a kiinduló pontja a Magyar Tartalékosok Szövetsége által rendezett DON 81 elnevezésű emlékmenetnek, melyen a II. Világháborúban a II. Magyar Hadtest elesett, megsebesült katonáira emlékeztek. Nagy öröm számunkra, hogy ezen a településen is részt vehetünk, a MATASZ, a Magyar Tartalékosok Szövetsége, DON 81 elnevezésű rendezvényén. Ez egy gyalogmenet a II. Világháborúban, a II. Magyar Hadsereg elesett, megrokkant és megsebesült bajtársaira emlékezünk. Emlékezünk a munkaszolgálatosokra, emlékezünk a civil lakosságra. Ezt a menetet ezt úgy terveztük, hogy Pusztamiske, Halimba, Padrakút, Csékút, és Ajkán fejezzük be 26,5 km, amelyben az aktív katonák, a tartalékos katonák, a kadétok, a civil emberek és azok, akik itt ezen a megemlékezésen részt vettek, most ebben a pillanatban elindultak. 1943. január 12-én Urivnál az orosz haderő sokszoros túlerővel áttörte a II. Magyar Hadsereg arcvonalát, ezzel kezdetét vette az ezer éves magyar történelem egyik legszörnyűbb időszaka, melynek fájó emlékképei minden magyar család életében nyomot hagytak. 100 000-nél is több magyar katona életét követelte az embertelen küzdelem, melyben tudták, hogy leváltásra és hazamenetelre senki nem számíthat. A Donkanyarban a hazája becsületéért küzdő magyar katona hősiessége eszményképe a 21. század honvédjeinek. A doni harcokra való megemlékező menetek minden egyes lépése a 200 000 Donkanyart megjárt honfitársunk előtt tiszteleg. Az önök által elhelyezett mécsesek lángja, jelzőfény, apáink és nagyapáink értékrendje és a jövő nemzedéke között. Köszönöm a Magyar Tartalékosok Szövetségének azt a munkát, amelyet 2005 óta fáradhatatlanul végeznek a honvédelem ügyének társadalmi megbecsültségének növelése érdekében. A Magyar Tartalékosok Szövetsége mellett köszönöm mindazoknak az áldozatos munkáját, akik ápolják a magyar katonai hagyományokat. Őrizik a DON mentén vívott harcban részt vett honvédek emlékét. Erőt, egészséget kívánok minden résztvevőnek. Budapest 2024. január 9-e, Szalai Bobrovnicki Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves megemlékezők, Devecser város önkormányzata és településünk közössége nevében nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. A harcot, melyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés, és rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés. Ezen sorok szellemében köszönöm, hogy ma itt lehetünk, és mi lehetünk itt Devecserben a világháborús emlékművünk mellett a nemzet lelkiismerete. A gyászolók megrendülését minden bizonnyal a mélységes csend fejezi ki a legjobban, mégis a hallgatás évtizedei után rendkívül fontos, hogy szavakkal is emlékezzünk. És elmondjuk a világnak, és átadjuk utódainknak, a felnövekvő nemzedéknek, hogy miért is harcoltak a magyar honvédek a Donkanyarnál, és vajon mi vezethetett oda, hogy a magyar hadtörténet egyik legnagyobb veszteségét szenvedte el a magyarság. Most nincs arra mód és lehetőség, hogy egy részletes történelmi áttekintést nyújtsunk. Mégis fontos kiemelni, hogy Magyarország kényszerből sodródott be a II. Világháborúba, és miközben 1941 évvégéig a szövetséges német hatalom nem támasztott különösebb igényt arra, hogy a magyarok is részt vegyenek a keleti hadszíntéren. 1942-ben
az év elején megszervezésre került a második magyar hadsereg, amely korábban nem szerepelt a magyar hadrendben. A tavasz folyamán elkezdték kiszállítani a magyar katonákat a Don környékére, azzal a feladattal, azzal a lehetetlen küldetéssel, hogy amint egy 200 kilométer hosszú frontvonalat védjék meg, és akadályozzák meg az orosz offenzívát. A rendkívüli hideg, a hiányos felszerelés és az orosz hadsereghez mérten rendkívül fejletlen hadtechnika lehetetlenné tette a küldetést, és arra predesztinálta a magyar honvédeket, hogy ezt a küzdelmet nem nyerhetik meg. Már 42 nyarán óriási veszteségeket, mintegy 20%-os veszteséget szenvedett el a hadsereg a szovjet partizán akciókban. Voltak olyanok, akik magát a hadszíntért is több száz kilométeres gyaloglás után érték el. A feladat tehát az volt, hogy a Don, mint természetes határvonal akadályt képezzen az orosz előrenyomulásnak, és erre a küldetésre készültek 1943. januárjában a magyar katonák. Január 12-én azonban az orosz hadsereg megindult, elindította az offenzívát, és nagyon hosszú frontvonalon áttört. A hadsereg egyes részeit napokon belül bekerítette, és az áldász küzdelmet, hősies harcot folytató magyar katonáknak sajnos nem volt esélyük sem. A visszavonulás során óriási veszteségeket szenvedtek. A mintegy 200 ezer fős hadseregből alig több mint 61 ezeren tértek haza. A mai ismereteink alapján 100-120 ezer főre tehető a veszteség. Jányi Gusztáv vezérezredes, aki a hadsereg parancsnoka volt, azt gondolom, hogy nem egyedül tehető felelőssé ezért a kataklizmáért, mégis a világháború után koncepciós eljárásban kivégezték. Ma tehát azokra a katonákra emlékezünk, akiket annak idején sirattak szüleik, de azokra a magyar meg nem született gyermekekre is emlékezünk, akik ezeknek a hős katonáknak nem lehettek az utódai. Dicsőség a hősöknek, dicsőség a bátraknak. Köszönöm, hogy itt vannak, és önökkel együtt emlékezhetek. Bakonyi Ferencné Torma Ilona, Don kanyarban. Nem kérdezte senki. Akit kiszámoltak, ecc, pecc, annak menni kellett. Menni a fagyba, halálba. Nem kérdezte senki. Vagomba tuszkoltak, mehetsz. Ha fújt, ha esett, vitte a vonat a halálba. Nem kérdezte senki. Apámat is vitték lóval. Lovassági tizedesként ment, ezrednyi társával a halálba. Nem kérdezte senki. Rongyokban, fagyban, hóban. Embereket, lovakat mentett, nem engedte őket a halálba. Nem kérdezte senki. Akit az élet kiszámolt, ecc-pecc. A halálnak sem kellett, hazatért, az életért küzdve, bujkálva. A beszédeket követően került sor az emlékezés koszorúinak elhelyezésére. Thank you.
Koszorút helyez el Szaniszló Edit úrhölgy, a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium igazgatója, és Móricz Vilmos úr, a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium kadét oktatója. Koszorút helyez el Csatári Zsanett százados úrhölgy, Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 15. hadkiegészítő és toborzó iroda Veszprém vármegye megbízott irodavezetője, és Puskás Tibor nyugállományú alezredes úr, a Medgyeserdő Honvéd nyugdíjas klub elnöke. Koszorút helyez el Dombi János önkéntes műveleti tartalékos század parancsnoka, Balas Endre nyugállományú törzszászlós úr és Vitai Csaba nyugállományú törzszászlós úr, a Bakonyi Menet század vezénylő zászlósai. A megemlékezést követően 26,5 kilométeres gyalogtúra során Pusztamiske, Halimba, Padrakút, Csékút települések érintésével Ajkára érkeztek a megemlékezők.